Balázsik Anna, író, műsorvezető volt a vendége a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által szervezett márciusi író-olvasó találkozónak. A programra a környék iskoláinak tanulói érkeztek, hogy együtt beszélhessék át Szandra és a harmadik B-regény kötetet. Balázsik Anna, az ő neve a felnőtt generáció számára, azt hiszem, hogy a tévé képernyőjéről lehet elsősorban ismert, de a mai gyerekek számára viszont mint író vált ismerté, hiszen a Szandra és a harmadik B című regényes sorozata nagy népszerűségnek örvend itt a gyermekkönyvtárban is. Tavaly nyáron, miután az ő regényeinek témája főként nyárhoz, fiatalok kalandjaihoz kapcsolódik, jött az ötlet, hogy meghívhatnánk őt is az idei évben. Felvettem vele a kapcsolatot, és örömmel mondott igent a felkérésre. Az írónő elmondása szerint a regény több szempontból is hiánypótló, hiszen a művek a 9-10 éves korosztályt szólítják meg, komoly témákban. Nem szoktam tematikával készülni, hanem arra figyelek, hogy a gyerekek mire nyitottak, megpróbálom őket megnyitni, inkább ez a kulcsa ezeknek a találkozóknak. És nagyon szeretem azt, hogyha ők ugyanannyira aktívan részt vesznek ezeken a találkozókon, mint én. Úgyhogy ezt nem szeretném, hogy egy felnőtt beszél, ők pedig ülnek, unatkoznak és hallgatják, hanem szeretem bevonni őket ezekbe a történetekbe. És a végére mindig kiderül, hogy igazából őket is érdekli, nem csak az olvasás, de adott esetben az írás is, tehát a történetek kitalálása, ez az egyik. A másik pedig, hogy a fiúkat még sokkal jobban érdekli a szerelem, mint a lányokat. A szerelem is egy szála ennek a sorozatnak, de ami szerintem még nagyon fontos, azon túl, hogy emlékszem, hogy milyen 9 évesnek lenni, és hogy a 9 évesek nagyjából hogy látják a világot, vagy hogy gondolkodnak. De ami nekem nagyon fontos, hogy mindig megpróbálok nem rózsaszín, tehát életszerű, akár komoly, vagy akár tragikus dolgokat is beleszőni, mert az is az életünk része. Tehát ezekben a könyvekben van a hajléktalanságtól a halálig nagyon sok téma, a válás, meg egyebek, amikkel én foglalkozom, de mindemellett ez egy bohém és vidám és vicces sorozat. Balázsik Anna művei egyaránt elismertek a szülők és a gyermekek körében is. A találkozó sikere pedig már a kezdés előtt garantált volt, hiszen kígyózó sorok vártak az írónő aláírására.